Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Viktória vagyok, és beszéljünk az iskolai bántalmazásokról. Azért, mert én azt vettem észre, hogy a közmédiában, és emellett sajnos a social médiában is, eltolódik mindig a hangsúly valahogy a bántalmazásokról teljesen más témák irányába. És gyerekként én is iskolai zaklatásoknak voltam az áldozata, úgyhogy tudok beszélni a témáról saját tapasztalásból is. Úgyhogy fontosnak érzem, hogy megszólaljak az ügyben, és elmondjam a saját nézőpontomat ezzel kapcsolatban. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! A témához írtam magamnak ismét egy forgatókönyvet, mert nagyon sok minden eszembe jutott, és szeretném, hogyha a videóm összeszedett lenne, és szeretném, hogyha mindenre, ami eszembe jutott, ki tudnék térni a videóban is, ehhez viszont sorvezetőre volt szükségem, úgyhogy néha ebbe bele fogok pillantani, illetve hogyha megunom az itt tücsörgést, vagy túl nagy lesz a hangzavar, akkor lehet, hogy tovább sétálok innen a kis kényelmes helyemről a diófa alól. Egy másik helyre, de ez ne zavarjon meg titeket, hogy sétálás közben fogok videózni, a téma az fontosabb. Az első és legfontosabb kérdésem ezzel a témával kapcsolatban, hogy mégis mi az Isten folyik az iskolákban. A legfontosabb kérdés az, hogy lehet-e a diáknál napközben, tanítási időben mobiltelefon? És természetesen nem. Mert a mobiltelefonnal hangfelvételt lehet készíteni a bántalmazásról, meg a mobiltelefonnal videófelvételt is lehet készíteni a bántalmazásról, nehogy már bizonyítékok keletkezzenek a bántalmazásokról, ugye? Nehogy már a bántalmazott diák, ne adj Isten, segítséget tudjon hívni, hogyha bántalmazzák, mondjuk fölhívja a szülőjét. Gyere már értem, mert éppen nagyon vernek. De egy kicsit körülnéztem az interneten, és aki nem a kő alatt lakik, a következő felsorolásokból néhány ügyet már hallott, amiket most én is meg fogok említeni. Tanár megszégyenítés gyanánt a szerinte rosszul viselkedő diákokat arra kényszerítette, vagy kérte, hogy vetközzenek fehér neműre, és az osztálytársaik előtt álljanak ki a táblához. Történelem tanár egy 12 éves fiút először felpofozott, majd lögdösött. Egyébként a tanár az 50 éves, a diák pedig egy 12 éves, jó magaviseletű srác, aki a többi tanár elmondása szerint abszolút nem problémás. Az 50 éves pedagógusnak pedig az volt a problémája, hogy nem volt szimpatikus neki a gyerek. Az karateedző fejbe rúgta a gyereket a karateparkban, úgyhogy a gyerek fejre esett, mert a gyerek nem akart felmászni valamelyik játékra. Hangfelvétel készült arról, ahogy egy tanár verbálisan bántalmazza a diákját, és azzal fenyegeti, hogy beír a krétába, és majd kimegy a családhoz a gyámügy, és el fogják vinni az Emmát a családjától. Az óbudai iskolában az anyuka elment a 9 éves lányáért, és megtudta, hogy a 9 éves lányát éppen bántalmazta az egyik osztálytársa, és az anyuka ezt a bántalmazó osztálytársat felpofozta, majd utána elment a rendőrségre, és feljelentette saját magát, amiért egy gyereket bántalmazott, kvázi megvédve a saját gyerekét. Na most itt hívnám fel a figyelmet, ha nekem gyerekem lesz, és ne adj Isten egy bántalmazó terrorista lesz a gyerekem, és te felpofozod a gyerekemet,
mert bántotta a tiédet. Ne jusson eszedbe följelenteni saját magadat, léci, please, kösz. Mert ha megtudom, hogy a gyerekem másokat fog bántani, akkor otthon megkapja a másik felét a fejmosásnak. És jogosan védted meg a gyerekedet a bántalmazójától. Szerintem, zárójelben megjegyzem. De menjünk tovább, mert eddig csak felnőttekről volt szó, akik bántalmaztak gyerekeket. De nézzük, hogy hogyan tudják a gyerekek bántalmazni egymást. Három gyerek, a negyedik társukat levetkőztette, és botot dugott a végbelébe. A gyerek azóta is rosszul van, kórházban volt, mentálisan is rosszul van, és dükkítülései vannak. Egy másik gyerek lépe leszakadt, mert fogocskázás közben a társai megrugdosták. És egyébként, ami ezt a videót elindította, tinédzser lány öngyilkos lett, mert annyira kiakadt már az iskolai bántalmazástól. Nagyon nehéz volt ezekről az ügyekről elolvasni a cikkeket, illetve a készült riportokat végignézni, mert nagyon együtt érzek a diákokkal. Akár tanárok bántották őket, akár pedig az osztálytársaik vagy a diáktársaik. Egyrészt azért, mert én is átéltem iskolai zaklatást és bántalmazást. Másrészt azért, mert önmagában, ha a kegyetlenségről olvasok, az olyan mélyen meg tud érinteni, hogy azért némelyik cikket megkönnyeztem. Azok a tanárok, akik nem tudnak fegyelmet tartani normális eszközökkel, nem tudják a diákoknak a figyelmét fölkelteni a tantárgyuk iránt normális eszközökkel, és késztetést éreznek arra, hogy bántalmazzák a diákjaikat, legyenek kedvesek, és mondjanak fel, váltsanak karriert, menjenek el péknek, utcaseprőnek, de a diákok azért vannak rátok bízva, mert a szülők megbíznak abban az iskolában, a diákoknak meg kellene tudniuk bízni a körülöttük lévő felnőttekben. Meg kellene tudniuk bízni azokban a felnőttekben, akikre rá vannak bízva, akiknek a felelőssége az, hogy ők érzelmileg, testileg, lelkileg jól legyenek abban az intézményben, ahová tanulni járnak. Így ha te tanárként úgy érzed, hogy nem tudod a diákjaidnak kivívni a tiszteletét, fölkelteni a tantárgyad iránt az érdeklődését, akkor ne az legyen rá a válaszod, hogy agyonvered a diákodat, bántalmazod, rángatod, megszégyeníted, verbálisan károkat okozol a lelkében. Válts karriert. Gyönyörű szakmák vannak. Lehetsz pék, utcaseprő, takarító, könyvelő, orvos, vagy az pont nem. Akármi, bármi, valami. Pénztáros a boltban. Nem érdekel. Válts karriert. Tudom, hogy tanárhiány van. De 20 éve kiégtél. Mit keresel te még ott? Mit? Gyönyörű szakmát lehetne váltani. És sokkal kevesebb diák sérülne. Mert a diákok rátok vannak bízva. A ti felelősségetek az, hogy ők jól legyenek testileg, lelkileg, érzelmileg. Nézd tükörbe, és ha kiégtél 20 éve, akkor nem kell a pályán maradnod. Igen,
Volt olyan tanárom, aki azért csúfolt, mert nem tudtam ugráló kötelezni. És pulykafingnak nevezte az osztálytársaimat is, mert mondjuk nem tudták megcsinálni a gyakorlatokat, amiket ő kigondolt tesi órára. Szerintem ez bántalmazás. Volt olyan tanárom, aki föladta leckének, hogy írjátok meg a munkafüzetben az XYZ házi feladatokat, állítólag. Csak hogy az osztály egészen nem emlékezett rá, hogy a tanár, aki egyébként az iskolai igazgató volt, csak éppen helyettesítette az egyik tanárunkat, föladott bármilyen házi feladatot is. Ha ő feladta volna valóban a házi feladatot, akkor legalább a legjobb tanuló diákok emlékeztek volna rá, hogy ja tényleg, amúgy van földrajzból házi feladatunk, és akkor ők megcsinálták volna a házit. De senki nem emlékezett rá, hogy házi feladat van. Mi volt erre az igazgatónak, aki helyettesítő volt, a reakciója? Konkrétan ráborította néhány osztálytársamra a padot. Azt fizikai bántalmazás. Szó szerint vedd, ültek az osztálytársaim a padban, az igazgató meg ment, és így borította a padot. Ez bántalmazás. Hál' Istennek azóta ő már nem iskolai igazgató. Aztán volt egy tanárom, aki éppen frissen szabadult az egyetemről, irodalmat próbált tanítani, csak nem sikerült neki még csak a tekintélyt sem kivívni az osztályban. És azzal próbálta fegyelmezni az egyik osztálytársamat, hogy fejbevágta egy könyvvel, úgy, hogy a könyvnek a gerince az megrepett. És a könyvnek a gerince az egy kemény kötésű könyv volt. Igen. És akkor ez szerintem megint egy fizikai bántalmazás. Tehát én is átéltem ezt. Rohadt nehéz volt ezekről a tanárokról olvasni mostanában, akik bántalmazták a saját diákjaikat, mert én is tapasztaltam hasonlót. A saját bőrömön. És nagyon nehéz volt olvasnom, illetve riportokat végignéznem, ahol arról számoltak be, hogy diákok bántalmazták egymást. De ami valójában elindította most ezt a videót, amiért elkészül most ez a felvétel, az az, hogy egy 15 éves tinédzser lány, Vanessa, öngyilkos lett, mert az osztálytársai kiközösítették, mert nagyon sok lelki fájdalom gyűlt föl benne, és nem bírta tovább a terheket cipelni. És abszolút nem tetszett, ahogy ezt az egész ügyet a közmédia, illetve a social media kezelte. Ugyanis a TV2 készítette egy riportot ennek a 15 éves tinédzsernek az anyukájával, aki azt is elmondta, hogy a lányának a temetésén Tóth Gabi egyik száma fog majd elhangozni, vagy már el is hangzott. És a lényeg az, hogy erről az ügyről megkérdezték Tóth Gabit is, aki szintén nyilatkozott róla, és a TV-nek sikerült egy olyan riportot összevágnia ebből az egészből, hogy az énekesnőnek a legújabb műsorát reklámozták, miközben amúgy beszéltek egy 15 éves lánynak az öngyilkosságáról is. Ebben a videóban az énekesnőnek a nevét, illetve az adott televíziónak a nevét többször nem fogom kiejteni a számon. Nem azért, mert problémám van az énekesnővel, a televízióval van. Nem akarok reklámot csinálni sem a televíziónak, sem pedig az énekesnőnek, mert nem ők a lényegesek. Viszont ami ennél jobban fölháborított,
hogy volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem időt pazarolni néhány influencernek a megnyilvánulására is YouTube-on, ahol az influencereink iskolai bántalmazásról szóló videóikban gyűlöletbeszédet tartottak arról, hogy miért gyűlölik az adott televíziót, illetve az adott énekesnőt. Komolyan? Még ti is reklámot csináltok nekik? A negatív reklám is reklám, csak szólok. Egy-egy ilyen influenceri megnyilvánulásban 5-10-15-20 alkalommal hangzott el az énekesnő neve, illetve ugyanennyiszer az adott televízió. Gratulálok, tök jó reklámot csináltatok nekik. Ügyesek vagytok. Ez volt a cél? Vagy az, hogy fölhívjátok a figyelmet az iskolán belüli erőszakra? Mert akkor pont nem értétek el azt, amit szerettetek volna. Pillanat türelmet, meg kell nyugodnom. Egyébként, ami engem felbőszített az influencereinkkel kapcsolatban, az az, hogy legálissá tettétek a gyűlölködést. Gyűlölöm a televíziót, mert gyűlölöm az énekesnőt ezért, meg azért, meg amazért, meg emezért. Sorolom. Gyűlölöm, mert kormány közeli, gyűlölöm, a megnyilvánulásai miatt gyűlölöm, mert másképp gondolkozik, gyűlölöm, mert szerintem nem jól nyilvánult meg a témában, gyűlölöm, mert okom van rá. Mit lát ebből egy diák? A felnőtt influencereink legálisan gyűlölik az énekesnőt, és meg is tudják indokolni, hogy miért. Van egy osztálytársam, gyűlölöm, mert tanár közeli és tréber. Kormány közeli, tanár közeli, meg van a párhuzam. A diákernél többet nem lát. Gyűlölöm, mert más a bőrszíne, a vallása, kisebbségi, szegény, gazdag. Gyűlölöm, mert jól tanul, gyűlölöm, mert rosszul tanul, mert van rajta sapka, mert nincs rajta sapka, mert másképp öltözik, mert másképp sminkel. Gyűlölöm, mert megindoklom. Megvan a párhuzam, vagy adjak még néhány másodpercet, hogy leessen a tantusz. És rohadt dühös vagyok. Rohadt dühös vagyok, mert addig, ameddig a gyűlöletet ontjuk magunkból, mégis mit várunk a diákoktól? Mit várunk a gyerekektől? Ha a felnőttek, akik az interneten, a YouTube-on beszélnek a bántalmazásokról, ugyanúgy bántalmaznak egy énekesnőt, tök mindegy, hogy okod van rá, vagy sem. Verbálisan bántalmaztátok. És leszarom, hogy van-e rá okod. Mindenre, mindenkire lehet mutogatni, amiért gyűlölni lehet. Engem is lehet gyűlölni, téged is lehet gyűlölni, a 26. senkit is lehet gyűlölni valamiért. Mindegy, hogy híres, mindegy, hogy csak egy faluban élő gyerekről van szó. Mindenkin lehet fogást találni, amiért lehet gyűlölni. Sajnálom, fölhúztam magam. Én nem akarok bántani senkit. Én is átéltem az iskolai bántalmazást. És az osztálytársaimnak biztosan megvolt az oka, hogy miért közösítettek ki. Biztos, hogy megvolt rá az oka, hogy miért utáltak. Miért tört el véletlenül a kezem. És senki nem mondta az osztálytársaimnak, hogy figyelj csak! Lehet, hogy ő másképpen gondolkozik, vagy zárkózott, vagy mufurc. De neked attól még őt nem kell bántani. Inkább próbáld megismerni. Próbáld megismerni, hogy ő miért ilyen. Próbáld megtalálni az indokait. Lehet, hogy ő azért ilyen, mert otthon is sok problémája van, mint ahogy neked is. Mint ahogy mindenkinek. Lehet, hogy ő azért mufurc, mert nagyon sokszor nem volt diákok közelébe. Én nem voltam sokszor gyerekek közelébe.
rengetegszer voltam beteg. Ennél fogva nagyon sokszor hol anyukám, hol a nagyanyám vigyázott rám. Nem mehettem osztályközösségbe, és nem tudtam, hogyan kell viselkednem gyerekek között, mert felnőttek között voltam rengeteget. És amikor megpróbáltam megnyílni, nem értettem a többieknek a reakcióit. Fogalmam sem volt, hogy hogyan kéne beilleszkedni, de senki nem tanította meg, hogy hogyan kellene beilleszkednem. Senki nem mondta el, senki nem mutatta meg, honnan kellett volna tudnom. Hát igen, lehetett engem is gyűlölni, igaz? Okuk volt rá, biztosan. És nem érzett senki empátiát. Egyetlen barátnőm volt, néha kettő, éppen amikor a másik barinőnek úgy volt kedve, akkor barátkozott velem, de egyetlen barátnőm volt az osztályban, akivel tényleg huzamosabb ideig barátok voltunk. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, és vele valószínűleg azért tudtam jól kijönni, mert hasonló élethelyzetből érkezett, mint én. És azért úgy nagyjából értettük egymásnak a kommunikációját, nagyjából értettük egymásnak a gondolkozását. Nem az empátiát kéne legálissá tenni? Az együttérzést? A semlegességet, hogyha már valaki nem szimpatikus? Itt ez az énekesnő, szerintem nem jók a megnyilvánulásai, de semleges számomra. Nem foglalkozom vele. Itt ez az énekesnő, néhány dologban nagyon ügyes, nagyon szeretem néhány zenéjét, de egyébként meg nem érdekel. Empátiát érzek akkor, amikor azt mondják, hogy amikor a gyerekére mondanak rossz dolgokat. Esetleg megpróbálom megérteni, hogy miért pont így, és miért pont ebben a formában nyilatkozott. Milyen oka volt rá? Megpróbálom megérteni a gondolkodásmódját egy másik embernek. Ha ezt a példát mutatnánk a diákoknak, lehet, hogy kevesebb lenne a gyűlölködés az iskolákban. De addig, ameddig a felnőtt influencereink gyűlölködnek egy énekesnőre, akit nem kell hallgatni, akinek a zenéjét nem kell megvenni, akinek a koncertjére nem kell elmenni, akit csak tovább lehet lapozni, ha nem tetszik, egy gyűlölet cunamit árasztanak, addig mit várunk a gyerekektől? Mit várunk egy 13, 14, 15 éves gyerektől? Hogy több esze legyen, mint a felnőtt influencereinknek? Átgondoltátok ti ezt? Egyébként csendben hozzáteszem, hogy arról már senki nem beszélt, hogy az énekesnő megszólalt a tévériport után, és ő maga is megdöbbent azon, hogy a televízió a riportot úgy vágta össze, ahogy, de le fogom tenni a linket, ahol az énekesnő megszólalt az ügyben. És azzal szeretném folytatni, hogy én nem gyűlölöm az énekesnőt. Sőt, tovább megyek. Én nem gyűlölöm az influencereinket, amiért az ő nézőpontjukból felháborító volt ennek a televíziónak, illetve az énekesnőnek a megnyilvánulása az üggyel kapcsolatban. Én megértem a televíziót, mert neki az az érdeke, hogy akár a saját sztárjainak lejáratásával el kell adni a saját magát, mert abból jön be a profit. Megértem az énekesnőt, ha valóban nem tudta azt, hogy a riportot ilyen ocsmányul fogják összevágni, akkor ez számára is nagyon nagy megdöbbenés lehetett, és ez számára is baromi dühítő lehet.
megszólalt egy bántalmazási témában, majd összevágták a riportot úgy, hogy egy televíziós műsornak a reklámja legyen. Hát én is hülyét kapnék, nem csak ő. Megértem az influencereinket, mert amit a televízió csinált, az valójában egy ocsmány dolog volt. Egy gusztustalan ocsmány dolog. Megértem, hogy emiatt fölháborodtatok. Nem gyűlölök. Nekem erre nincs időm. Nincs időm gyűlölni. Nincs időm haragudni hosszú ideig. Tudom, hogy milyen haragudni, és tudom, hogy milyen gyűlölni. Időpocsékolás. Azért, mert az életben sokkal jobb dolgok vannak. Sokkal értékesebb dolgok vannak, mint a gyűlölet és a harag. Tudom. Átéltem. Gyűlöltem azokat, akik engem valaha bántottak. Gyűlöltem azokat, akik nem védtek meg, akiknek ez dolga lett volna. Haragudtam. De megbocsátottam. És ez azóta egy olyan felszabadult érzést okoz minden egyes nap, hogy ezt valószínűleg csak az értheti, akinek sikerült megbocsátania, nem csak azoknak az embereknek, akik nem védték meg, nem csak azoknak, akik bántottak. Magamnak is meg kellett bocsátani, amikor nem tudtam magam megvédeni. Magamnak is meg kellett bocsátani, hogy nem tudtam segítséget kérni, vagy ha kértem segítséget, akkor nem kaptam, mert nem voltam eléggé határozott, nem voltam eléggé hangos, nem mondtam el eléggé nyíltan azt, hogy mik történnek velem, mondjuk a bántalmazás alatt. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy diákként mit tehetsz, hogyha bántanak téged. De előbb leteszem a kamerát, mert már nehéz tartani. Ha én újra egy olyan bántalmazó közegbe kerülnék, mint az iskolám volt, akkor a következőket tenném. Megnézném, vannak-e még olyan diákok, akiket rajtam kívül szintén bántalmaznak az osztálytársaik, illetve az iskolatársaik, és összefognék velük. Azt mondanám, hogy oké, nem kell barátkozzunk egymással, de amikor látom, hogy téged bántanak, ki fogok állni melletted, és szeretném, hogyha látod, hogy engem bántanak, akkor állj ki mellettem. Fogjunk össze! Fogjunk össze, mert akkor lehet, hogyha egy csoportban vagyunk, már nem fognak tudni bántani. Ha ez nem működik, mert nem tudtok összefogni, vagy mert még így is erősebbek a bántalmazók, elmondom egy tanárnak, elmondom még egy tanárnak, hiszen a tanárok, az igazgató, az iskolai személyzet az, aki napközben ott van, és felelős azért, hogy te diákként jól érezd magad az iskolában, hogy tanulj, hogy szellemileg, lelkileg biztonságban legyél az iskola falai között. Elmondanám a történelem tanárnak, elmondanám az irodalom tanárnak, az osztályfőnökömnek, az iskolaigazgatónak, minden tanárnak, hogy tudjon róla, mit folyik ott. Tudja, hogy bántalmazás folyik az iskolában. És hogyha az iskola nem csinál semmit, elmondanám az szüleimnek is. Csúfolnak, bántanak, megvernek, lögdösnek tanáraim, vagy éppen az osztálytársaim. Legyen eszetek. Legalább egy embernél legyen egy mobiltelefon. Kikapcsolva repülőüzemmódban leszarom, legalább egy embernél legyen mobiltelefon, és vegyétek föl, ha bántalmazás történik. Legyen bizonyíték rá. Legyen rá. Mert hogyha kellően súlyos ez a bántalmazás, akkor elmehettek a rendőrségre. Legvégső esetben a tankerülethez. A legfelsőbb fórumokra. És beszélni, és elmondani tanárnak, igazgatónak, bárkinek, aki meghallgat, és segíteni tud.
mondd el. Saját hibámból bántalmaztak, abból a szempontból, hogy nem voltam elég hangos. Nem mondtam el a tanáraimnak. Nem próbáltam összefogni a többiekkel. Nem mondtam el az osztályfőnökömnek. Megpróbáltam otthon elmondani a szüleimnek, de lájtos verzióban. Lájtos verziót értsd úgy, hogy mi történt ma az iskolában? Csúfoltak az osztálytársaim. Ó, hát amikor mi gyerekek voltunk, akkor nálunk is volt csúfolódás, néha még verekedtünk is, de hát ezek nem komoly dolgok. Igen, értem. Oké. Aztán egyszer próbáltam elmondani, hogy szeretnék egy másik iskolába menni, mert nem érzem jól magam abban az iskolai közegben, ahová járok. És akkor körülbelül azt a választ kaptam, hogy jaj, de hát a másik iskolában is tanulni kéne. Hát pont ugyanúgy, ahogy most itt nem tanulsz, a másikban mitől gondolod, hogy jobban fogsz tanulni? Neked az a dolgod, hogy iskolába járjál, nekünk meg az a dolgunk, hogy a munkahelyre járjunk be, az sem népünnepély, mert a főnök, mert a kollega, mert a különben is. És nem voltam elég hangos, és nem mondtam el, a felét sem mondtam el annak, ami történt otthon. Mert úgy éreztem, hogy igen, én nem akarom terhelni a szüleimet, igen, de hogyha az osztályba bejönnek a szüleim, és mondjuk számon kérik az osztálytársaimat, hogy miért bántanak, akkor az megint rajtam fog csattanni. Nem mertem segítséget kérni, nehogy még nagyobb szarba keverjem magam, mint amiben már egyébként is voltam. Hangosabbnak kellett volna lenni. Mindenkinek el kellett volna mondani, aki meg akar hallgatni. Mindenkinek. És ezt nagyon nehéz volt megbocsátani magamnak, de én akkor nem tudtam. De tanulj a hibámból. Mondd el. Mondd el, hogy mi történik veled. Kiültem egy kicsit naposabb helyre, mert az árnyékban már fáztam. Szóval tudom, hogy milyen nehéz beszélni arról, hogy mi történik az iskolában. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz arról beszélni, hogy bántanak, mert szégyeled magad. Szégyeled azt, hogy veled ez megtörténhet. Szégyeled azt, hogy téged bánthatnak. Szégyeled azt, hogy nem tudod magad megvédeni. Szégyeled azt, hogy segítséget kell kérned adott esetben. Ne szégyeld. Könnyű ezt mondani. Átéltem, pontosan tudom, hogy mennyire nehéz. És megvannak a saját indokaim, hogy én miért nem kértem segítséget a tanáraimtól, miért nem kértem segítséget a szüleimtől. Nem kértem segítséget, mert nem akartam terhelni a szüleimet. Nem akartam terhelni a szüleimet, hogy még a munkahelyen is stressz van, és még én is gondot okozok. Nem akartam segítséget kérni a tanáraimtól, mert hát, ahogy elmondtam nektek, némelyik tanárom nem volt különb a diákoknál. Így nem bíztam bennük. Képzeljétek el, egyszer megpróbáltam magam megvédeni, és az egyik egyébként általam tisztelt tanár megszólalt és közölte, hogy Viktória elkezdett megváltozni, csak éppen nem a jó irányban. És eldurrant az agyam. De én tisztelettudóan durrantam el, ugyanis megvártam az óra végét, illetve azt, hogy szünet legyen, és négy szem közt beszélhessek a tanárral, majd kiosztottam, hogy egyébként igen, lehet, hogy megváltoztam, és a tanár úr szerint nem jó irányban változtam meg, amikor visszaszóltam az engem zaklató osztálytársamnak, de hát az a helyzet, hogy a tanár úr sem szólalt föl a bántalmazás ellen. Nem így fogalmaztam nyilvánvalóan, hanem akkor még kevésbé szofisztikáltam, küldtem el a francba az illető tanárt, de utána tekintélye ennek a tanárnak a szememben nem volt. Mert megkérdezem, hogy mégis mit csinálnak a tanárok, miközben a diákok egymást bántalmazzák, kávéznak. A tanári olyan jó meleg, hogy ott lehet kávézni, beszélgetni, meg leszarni a diákokat, amikor a diákok egyébként rájuk vannak bízva? Bocsánat, de igen. Azért úgy fölmerülnek bennem a kérdések, hogy mi történik
egy iskolában, amikor a diákok egymást bántalmazzák, és senki nem lát semmit. És tudom, hogy nagyon nehéz diákként segítséget kérni, amikor mindenki a saját bajával van elfoglalva. De hogyha nem beszélsz róla, későbbiekben haragudni fogsz önmagadra. Haragudni fogsz magadra azért, mert ha segítséget kértem volna, akkor kaphattam volna segítséget, de még ahhoz is béna voltam, hogy segítséget kérjek. Ezt fogod mondani, mert én is ezt mondtam. Úgyhogy tegyél meg mindent azért, hogy segítséget kapj, hogyha bántanak. Akár tanár bánt, akár egy diáktársad. A másik, ha szülő vagy, mit tehetsz, hogyan ismerheted föl, hogy az iskolában bántják a gyerekedet? Vagy éppen ő maga a bántalmazó? Nem tudom, hogy szülőként föl lehet-e ismerni azt, hogy a gyereked bántalmaz egy másikat. Erről még nem gondolkoztam. Bevallom őszintén. Ha egyszer lesz gyerekem, vajon honnan fogom fölismerni azt, hogy az én gyerekem terrorizál másokat? Ezt a kérdést valahogy meg akarom fejteni. Mert ha lesz egy gyerekem, akkor szeretném felismerni, ha esetleg az én gyerekem fog terrorizálni másokat, hogy elmondhassam neki, hogy ne tegye. Hogy megtaníthassam neki, hogy inkább szeresse, vagy ha nem szereti, legalább legyen neki semleges az az osztálytársa, aki számára nem szimpatikus. Bocsi, de a gyerek a kis motorral elég hangos volt szerintem, úgyhogy kicsit arrébb jöttem. Szóval szülőként hogyan ismerheted fel azt, hogy bántalmazzák a gyerekedet az iskolában, mondjuk az osztálytársai? Megkérdezed a gyerekedet, milyen volt az iskola? Csúfoltak, ez történt, az történt. Csúfold vissza, mondjuk, osztod az észt. Csúfold vissza. Anyának, meg apának sem népünnepé bejárni a munkahelyére a főnök miatt, meg a kollégák miatt, meg egy csomó stressz miatt. Neked az a dolgod, hogy tanuljál, nekünk meg az a dolgunk, hogy eljárjunk dolgozni. Védd meg magad. Ne foglalkozz velük, alkalmazkodj hozzájuk. Legalábbis én ezeket a válaszokat kaptam, zanzásítva, meg több óra beszélgetés mellett, hogy hogyan és miképpen ne foglalkozzak az osztálytársaim bántásaival, és addig én csak annyit mondtam, hogy csúfolnak. Sok minden más nem mondtam el, mert egyszerűen nem került szóba. Csak egyszer csak emlékszem rá, hogy nem beszéltem arról, hogy mi történik az iskolában. Csak úgy látták, hogy valami nem oké. Mi a baj? Semmi. Mégis mi a baj? Semmi. Egy szót nem tudtak kihúzni belőlem. Hasonló helyzetben, hogyha a gyerek egyszer-kétszer beszámolt arról, hogy csúfolják, meg nem érzi jól magát a suliban, ne adj Isten, néha felvetette azt, hogy szeretne iskolát váltani, de nem adott rá racionális, észszerű magyarázatot, hogy szeretne iskolát váltani, csak annyit mondott, hogy nem szereti azt az iskolát. Érdemes elgondolkozni, hogy vajon miért mondta ezt, és miért nem mond többet. Hogyan lehet egy alapvetően zárkózott gyereket megnyitni akkor, hogyha nem beszél a bántalmazásokról? Mondjuk emlékszel rá, hogy egyszer azt mondta, hogy csúfolják az iskolában. Adhok jelleggel visszakérdezel, csúfolnak még? Igen. Akarsz még róla beszélni? És jó esetben a gyerek el fogja mondani, hogy ez is, ez történik. És lehet, hogy te késztetést érzel arra, hogy elmondd, hogy
te a saját diákkorodban ezeket a dolgokat hogyan reagáltad le, vagy hogyan védekeztél ellene, vagy hogy szerinted hogyan kellene a gyerekednek megvédeni a saját magát, de ne szólj közbe. Hagyd, hogy végigmondja. És lehet, hogy olyan dolgokat fog mondani, amiből előbb-utóbb kiderül, hogy valójában ezek a csúfolódások már néha átmennek fizikai bántalmazásba is, vagy éppen annyira megterhelőek már számára lelkileg, hogy tényleg az iskolaváltás a legjobb, amit tehettek. Ha a gyerek elhallgat otthon, ha nem hajlandó beszélni a problémáiról, baj van, nagy baj van. Érdemes keresni egy pszichológust, hát hogyha neki könnyebben elmondja, hogy mi a baj, mi történik vele. Hát ha könnyebben elmondja azt, hogy miért fáj a lelke. Lehet, hogy a pszichológus nem fogja kiadni a gyerekednek a titkait, de mindenképpen el fogja mondani és javasolni fogja mondjuk az iskolaváltást. Egy bántalmazott gyerek, vagy egy bántalmazott felnőtt abban a pillanatban, amikor bántalmazzák, nem feltétlenül tud beszélni arról, hogy bántalmazzák. Egyébként én is akkor tudtam először nyíltan beszélni ezekről a dolgokról, amikor már a középiskolába jártam, fölengedett a lelkemben az a mérhetetlen gát, ami ott volt, és elkezdtem elmondani, hogy mi minden történt az általános iskolában. Miért nem beszéltél róla hamarabb? Akkor tudtunk volna másik iskolába küldeni? Azért, mert nem voltam rá képes. Azért, mert azt a választ kaptam, hogy nektek sem könnyebb a munkahelyen. Ez a tanúság. Hallgassátok végig, hogyha a gyerek arról beszél, hogy nem érzi jól magát. Még akkor is, hogyha okosat tudnátok neki mondani, hallgassátok végig. Csak azután legyetek okosak, hogyha végzett azzal a történettel, amit elmondani akart. Én ezt szerettem volna hozzáfűzni az iskolai bántalmazásokhoz, illetve azt, hogy védjétek meg egymást. Védjétek meg egymást az iskolán belül, hogyha tehetitek, és beszéljetek a tanárokkal, a szülőkkel, a pszichológussal, az iskolaorvossal, bárkivel, aki segíteni tud. Ne hallgassatok, mint én. Könnyebb lesz. Győztesen fogtok kijönni belőle. Remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó, hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, legyen szép napotok, sziasztok!